Üdvözletem mindenkinek, Necrocream vagyok, és sokan kértétek, hát jöjjenek Battlefield 4 hírek, de előtte egyet kérnek én is tőletek. Ez az akkont, ez nem az enyém, hanem egy ismerősömé, és azt kérném, hogy ezt az akkontot ne jelöljétek be kivetesen senkit, de senkit nem fogok ezen visszajelölni, mert nem az enyém. Battlefield 4-ben majd lehet igen bejelölni, szívesen játszom majd veletek, de erre az akkontra ne jelöljetek be. Nos, most akkor térjünk is a tárgya, Battlefield 4 hírek. Ja, egy kicsit a gameplay menetről. Próbáltam összeválogatni Rust, illetve Conquest-et, izgalmasabbnak itt jeleneteket, tehát tudjátok milyen egy Rust és milyen egy Conquest, azért sokszor ellenféle nem találkozni a pályán, hogyha úgy játszol, tehát elfoglasz három zászló helyet és semmi. Mortárt kértetek, igyekeztem, nem könnyű vele játszani. Győzőkkel sokat próbáltam, ez volt az egyik legsikeresebb. De megfogott maga a játék izgalom, szóval Mortára játszani jó móka. Az biztos, hogy fogtok még látni, igyekszem minél jobbat játszani, de Rushban és Conquestben elég taktikus játékos vagyok, csapatot próbálok segíteni, és stb. Szóval próbáltam összeválogatni a jobbnak hit játékokat, mert mindig úgy játszom a Rust, illetve a Conquestet, hogy hát minél jobban kerüljön az ellenfelem, nem muszáj kilőni a golyót, nem lövöm ki. Csak akkor, hogyha védeni kell, vagy hogyha nagyon támadni kell, akkor lövök sokat, de amúgy próbálok lopakodni, és úgy foglalni zászlót, vagy netán beélesíteni az M-com bombát. Nos, tényleg most már jöjjenek egy kis Battlefield hírek, de előtte ez az apró kis jelent benhagytam, amit sose értettem, most le fognak késelni, és ott van mögöttem a társam. Nem értem, miért kell megvárni, hogy lelőjenek, illetve hogy lekiseljenek, mi nem lehet előtte lelőni. Na mindegy. Battlefield 4 hírek, ott tartottam. Jöjjön ugye egy kis kampányinfo, nem tudom, hogy hányan jutottatok el odáig, hogy megnézzétek, hogy miről fog szólni a kampány. Ugye láttatok a 17 perces gameplay anyagot, ami azért kampányon semmit nem árult, de annyit, hogy a játék főszereplő, akit irányítottunk, egy Daniel Rekkel őrmester nevezetű tag lesz, aki egy sírkő csapatnak a tagja, akik egy feladatot kapnak azért Vajjanban, hogy elmenjenek egy orosz diszidált tábornokról, gyűjtsenek információt. Persze ott végig kell verekedni magunkat a fél orosz hadseregen, de megszerezzük az információt, természetesen visszajutunk az anyahajóra, ahol kiderül, hogy Kínában egy pucs készül, egy ottani Chang nevezetű tenger nagy pucsra készül, mégpedig Yin Jie ellen, valami ilyesmi, és hát akkor irány Shanghai felé, és megpróbáljuk megakadályozni ezt a pucsot, de közben feladatot kapunk, hogy kimentsünk néhány fontos tagot Kínából. Persze, hogy Kína meg azt hiszi, hogy Amerika keze benne van a pucsban, ez a Yin Jie ellen, aki amúgy egy béke őr lenne az országban, így aztán feladják a választásokat, szükségállapotot hirdetnek be, és gyakorlatilag onnan ki is tör a káosz, mint Kínában, és mint a nemzetközi vizeken, és hát gyakorlatilag a te csapatod, meg valami ilyesmi a szikra, hogy ki robbanhat a háború, de útközben ki is robban az egész háború, úgyhogy nagyjából ilyesmi lesz az alap sztori, persze biztosan meg lesznek még spékelve apró kis történetekkel játék közben. Nekem tetszik, ez így rendben van, végre nem oroszokat kell lőni, biztos oroszokat is kell lőni, de lőhetünk kínaiakat. Ez semmi diszkrimináció nincs benne, de kicsit már unom, hogy a játékomban mindig az oroszok a rossz fiúk, de minden esetben elég izgalmasnak látszik a történet, és majd meglátjuk. Hát multiplayer, ugye Battlefield nem nagyon titkolózott az ilyen dolgokkal, úgy mint a Call of Duty mostjában. Láthatottuk rengeteg multiplayert, aki lemaradt volna a Facebook csatornámon, megtalálja az összes Battlefield multiplayert az E3-ról, mert ugye ott rengeteget vittek, és az egyik ugye főpálya, amivel játszottok, az a Siege of Shanghai volt. Amit láthattunk, azt, hogy rohadtul le lehet rombolni mindent, és hát a tipikus Battlefield élmény, azt hiszem, a zúzás, rombolás, tankok, gépfegyver, helikopter és a tökön minden ott van. Hogy mi újdonság került bele a Frostbite Engine-ben,
Gyakorlatilag nem lesz egy új generációs motorváltás, hanem a régibe beleépítettek új dolgokat, tehát ilyen újabb fények, jobb rombolhatóság, tehát ilyen apróságokat, amik csak még jobbá teszik az élményt. A Battlefield multiplayer élményről sokat nem kell beszélni, annak is, ki nem játsza, az is látja, hogy azért tud izgalmas lenni, még egy videóban is, szóval eléggé látványos, szép, hogy egy teljes filmet végig lehetne róla nézni magából a gameplayből, mert érdekes és izgalmas tud lenni. Mit akartam volna még mondani? Ja, egyébként igen, azoknak, akik megvan a Premium Edition, tehát a Battlefield 3 Premium Edition, lehet, hogy még a sima Battlefield is, nem vagyok benne biztos, vagy a Medal of Honor Warfighter, ezek mind részt vehetnek a bétában, majd, amiről még nem tudom mikor kerül, de biztos fogtok látni információkat. További infok multiplayerről, újra bevezetésre kerül a Commander Mode, ami a Battlefield 2-ben, illetve 2142-ben is jelen volt, azt mondja az egyik barátom, de én nem emlékszem rá, hogy őszinte legyek. De minden esetben jelen volt a Commander Mode, ami annyit takar, meg lehet nézni a trailer szintén a Facebook oldalamon, ami annyit takar most, hogy csapatban vagy squadban, hát mindegyikben lehet egy aféle parancsnok, akinek egy átlátható térképe van a pályáról, és arról kell gondoskodnia, hogy mindig legyen lőszer, mindig legyen utánpótlás, és netán egy támadási feladat is látjon el, lásson el mondjuk Predator rakétákat lő ki adott célpontra, amit ti fogtok tudni megjelölni. Szóval nagyjából úgy néz ki a Commander Mode, ami érdekesség még, hogy mindezt megspékelték azzal, hogy telefonon, tableten és laptopokon is láthatod. Magyarul az egyik képernyőn játszol, ha van két képernyőt, vagy két gépet, vagy egy tableted és egy gépet, egyik képernyőn játszol, a másikon gyakorlatilag irányíthatod a csatát is, ha tudsz ennyi dologra egyszerre figyelni. Elég komplex multiplayer lesz, szerintem nagyon izgalmas. Kíváncsi vagyok őszintén szólva, hogy mivel tud előrukkolni ezek után a Call of Duty, mert ugye sokan mondtátok, hogy mit vegyünk meg Call of Duty-t vagy Battlefield 4-et. Hát jó kérdés lesz, tényleg nehéz lesz. Kíváncsi vagyok, hogy a Call of Duty multiplayer-re majd augusztusban milyen dolgokat fog hozni, mert a Battlefield most igen oda tette magát. A másik meg, hogy ott lesz majd a Battle Log, aminek nemrég jött ki szinte a trailerre, hogy miről is szó lesz. Természetesen olyasmi, mint a Call of Duty Elite volt, tehát mindenféle statokat láthatsz. Pluszba még játék közben nem kell lecsatlakozni egy szerverről, hogy átcsatlakozni egy másikra, hanem a telefonodon beállíthatod az új fegyver beállításodat, és az új szerver keresőt, kereshetsz egy szervert, rákattintasz csatlakozás, és a gépen már végre is hagyja csatlakozást, nem kell lecsatlakozni, újra felcsatlakozni, és ilyenekkel bíbelődni. Láthatod, hogy ki ugye milyen fegyverrel mászke, milyen sikereket ér el, milyen beállításokat használ, mindent be lehet fogni, telefon, tablet, laptop, bárhol elérheted ezeket, és akár ugye a Commander Mode-dal az a legérdekesebb, hogy hát akár egy reptéren is ülhetsz, fölcsatlakozz a szerverről, a haverok játszanak és besegítesz nekik a izédről, a iPad-edről, vagy bármiről, amit van ott, éppenséggel be tudsz nekik segíteni és vinni a csatát. Szóval olyan szinten próbálják megfogni a játékost, hogy minél jobban bevonni a csatában, hogy mindig kb. 24/7 online legyen Battlefield-el, ami hát mondhatnám, hogy rossz is és jó is egyben, mert a játékos tényleg képes belemerülni az igazán függők. Szóval megpróbálják tényleg minél jobban ott tartani a játékosokat, de azért csak ésszel, csak ennyit mondok. Izgalmasnak látszik, jónak látszik ez az új Battlefield. Hát meglátjuk. Ugye, hogy mit kell megvenni Call of Duty-t vagy Battlefield-et, mindenki látott Call of Duty kampányból dolgokat, láttuk a Battlefield-ből is ilyen összehasonlításképpen, mondhatnám, hogy a maguk szintjén egyforma van. Láthatjuk, hogy megyünk a Battlefield-el, lövöldözünk, ledől néhány épület, kivisznek helikopterrel. A Battlefield Bad Company óta ezt így meg is szoktuk, mondhatnánk. Úgyis Call of Duty ballás szokásuk, láttuk egy víz alatti pályát, ami hát az elmúlt három Call of Duty-ban nagyon ritkaság volt, sosem kellett ilyet csinálni. Láthatok egy kutyát is, amivel menni lehet. Fasza volt, meg jó volt, meg iszki volt, csak tudjátok régen, amikor néztük a
Call of Duty trélereket, MV2 kezdett megjelenni, meg minden, így kb. Néztem a trélert, gameplayt, ilyesmit, így kirázott a hideg, hogy what the fuck was this? Szóval valami ilyesmit mondtam a képernyő, anyád, alig várom, hogy megjelenje, ezt most így annyira nem érzem a Call of Duty-nál már. Battlefield kapcsán sem érzem úgy, hogy what the fuck, most valami olyat mutattatok megint, ami anyád. Jobb volt, mint a Call of Duty szerintem a maga 17 perces gameplay, mint a Call of Duty-nek a single player-e. Picit izgalmasabb, de nem lettem lootbőrös tőle, jól nézett ki. No de viszont a anyahajós single player kampányról, aki lemaradt volna szintén mondom Facebook oldalon, vagy YouTube, whatever, az anyahajós single player kampány, na, az egy kicsit oda baszott. Már bocsánat a kifejezésé, az kurva jó volt, az nekem nagyon tetszett, nagyon látványos volt, eléggé jól nézett ki, azt kell, hogy mondjam, azért nagy képernyő vészen végig, szép volt. Tehát jobb volt, mint a 17 perces kampány, az 5 perces valami multiplayer. Várom, kíváncsi vagyok, mint mondtam, én úgy néz ki, hogy megveszem a Battlefield 4-et, mert mindig is élveztem a Battlefield hangulatot, szeretem a taktikus játékot, szeretem a csapatjátékot, ott majd be lehet jelölni, fogunk tudni játszani együtt, de mint mondtam, addig ezt a BF3 akkor ne jöjjétek be, mert nem az enyém. Szóval, nagyjából ennyi lenne a Battlefield 4 gyerek, tehát azt hiszem semmi arról nem maradtatok le, ami fontos lett volna, mivel hogy hát egész jól megmutatták magukat a Battlefieldesek, remélem nem ez lesz az elkövetett hibájuk, hogy a Call of Duty most ezzel egy olyat fog hozni, hogy bár kétlen, mert hogy miért változtassuk egy jól bevált recepten, de szerintem előbb-utóbb rájönnek, hogy minél kevesebben fogják megvenni ezt a Call of Duty-t annál. Jobban ki kéne találjanak valami újat. Szóval város a Battlefield 4. Én azt mondom, hogy akinek megvan rá a vasa, és szereti a taktikusabb játékot, a lassabb játékot, ha egy Rushról vagy Conquestről van szó, mert akkor azt kell mondjam, hogy ez a Battlefieldnek az unalmasabb oldala. Amikor tényleg a 32-es pályán tudsz úgy játszani, hogy gyakorlatilag egy vagy két emberbe futsz bele, vagy a 32 emberről megölsz csak olyan 8-at. Szóval így is lehet játszani. Ez mondhatni azt, hogy akinek az, ez a Battlefieldnek az unalmasabb oldala. De azért itt vezethetsz repülőt, helikopter, tankot, jeepeket, és mindennel megtanulhatsz játszani külön-külön sem. Mire odáig elérsz, hogy egy profi Battlefield játékos legyen, kurva sok élményen átmész. Szóval Call of Duty-hoz képest talán a Battlefield több élménnyel tud szolgálni, hogy hosszabb ideig kitarts a játék mellett. A Call of Duty-ban már nem olyan nehéz játszani. Mész, lősz, néhány túl erősített fegyver, aztán lősz vele, az kész, mert hogy overpowered fegyvered van, összeszedem a killstreaket. Sajnos, de így van. Szeretem a Call of Duty-t, de most már úgy kezdem hagyni. Szóval lehet, hogy így pártolok egy kicsit Battlefield felé, nem tudom, majd kiderül, hogy mi lesz tényleg augusztusban ezzel a Call of Duty multiplayerrel, meglátjuk azt a nagy dinamikus pályákat, illetve azt az újítást a co-op módban, és stb. De addig is köszönöm a figyelmeteket, a következő videóig kérdezzetek, igyekszem felelni nyugodtan, próbálom majd még hozni a híreket így vagy úgy, szóval nyugodtan lehet kérdezni, kinek mi a kívánsága, ez is hozzátartozhat az a nekrobathoz, ami arról szól, hogy kérdez, felelek. Szóval a következő videóig, sziasztok!